Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor László, és amit itt láttok, az egy új készlék, méghozzá pénteken meg fog jelenni, november 11-én a Nintendónak a Classic Mini a boltokban, legalábbis Európában, Amerikában, Magyarországon, nem tudom pontosan, hogy mikor, de 70 euróért, 21 ezer forintet lenne ez átszámolva, lehet majd megvenni ezt a kis dobozt, amiben persze még kisebb doboz van, a Nintendo NES Classic Mini. Mi van hozzá? Egy kontroller, igen, csak egy, kettővel lehetne játszani, a másik az persze még mindig Nintendo-nál hozzá meg kéne venni. Ami a pozitívum a kontrollerben, hogy ezt régebbi vagy más konzolokat is lehet használni, majd miért megmutatom a dugókat az elején, mert még a Wii-n, a Wii U-ban nem vagyok biztos, de a sima a Wii konzolon, meg az előző, nem GameCube volt előtte, hanem még másik konzolokon igazából rajta van ez a dugó, amivel tudjátok majd használni ezt a kontrollert. Tehát igen, sokat kellett fizetni, de legalább ezeket a klasszikus játékokat majd lehet játszani a régebbi konzolokon is. De maradjunk ennél a doboznál, mi van benne? Itt az oldalán rá is van írva, sok nyelven, magyarul nincs. Orosz van, portugál, finn, norvég, svéd, biztos lenne magyarul is, csak az más csomagolás lenne majd. Itt persze német verzió van a kezemben, aminek a hátulján rajta van persze mind a 30 játék is. Amúgy én még nem számoltam meg, de itt a képek szerint 4x3 az 12 plusz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 játék. Ami kicsit átverés lesz, mindjárt megmutatom, hogy miért, mert felolvasom nektek a 30-at. Super Mario Brothers, Legend of Zelda, Kirby's Adventure, Donkey Kong, Super Mario Brothers 3, a kettes kimaradt, Pac-Man, Metroid, Mega Man 2, Final Fantasy, Castlevania, Ninja Gaiden és Punch-Out. Ezek azok, amik képe vannak rajta, szerint lent van még egy lista, ezeket is felolvasom. Super Mario Brothers 2, jó. Balloon Fight, Zelda 2, Ghost and Goblins, Ice Climber, arra mindig hallottam és ki akartam próbálni. Excitebike, azt nagyon szerettem gyerekkoromban, amúgy 89-ben születtem, akkor, amikor azt hiszem pont akkor jelent meg ez a NES konzol, vagy akkor már a SNES, vagy a Super Nintendo Entertainment System jelent meg. Mindegy, hol tartottam? Azt hiszem Kid Icarusnál, Mario Brothers, az már volt. Ja, Super Mario Brothers, Oké, Dr. Mario, Donkey Kong Jr., Bubble Bobble, Gradius, Tecmo Bowl, Super C, Castlevania 2, Simon's Quest, Star Tropics és Double Dragon 2, The Revenge. Games are available in English only. Csak angolul van mindegyik játék rajta. Nem baj, tudunk angolul, szerintem ti is tudtak angolul, hogyha nem, akkor tanultok angolt az egésszel, és hát ennyi is volt már a doboz, az alján még van egy nagy piros címke, és fontos, előre is rajta van a piros címke, azért, mert, ahogy már említettem az előbb, benne van minden, ami játszáshoz kell, csak nincs benne töltő. Láttam már biztos olyan telefonokat is, amit kicsomagoltam, amiben nem volt töltő, itt ugyanaz a helyzet, de ugyan, mint egy Amazon Fire TV, vagy más ilyen dolgokkal, amit rá tudtok dugni a tévére, ezt is az USB-n át lehetne dugni a tévére, csak hát a tévének nem 10 USB dugója van sajnos általában, úgyhogy ja, valamit ki kell valószínűleg húzni, hogyha nem, akkor az jó dolog, de lássuk, hogy mi van ebben a dobozban, és utána kezdjük a live show-t. Vagyis már fut a live show, csak azt most nem látjátok, mert ez nem live, amit itt YouTube-on néztek meg, tehát arról van szó, hogy live, és persze már késő lesz, mikor ezt elmondom, de menjetek rá a Facebookra, és keresétek ki a techvideo.hu, vagy lent is a leírásban benne van nem csatornát, hanem oldalt. Lájkoljátok, és nézzétek meg a live felvételt, amiben már bemutatom nektek a játékokat, meg minden mást is, de különben még ugyanazt a videót, aminben csak játszunk, azt is felveszem, és felrakom majd még a YouTube-ra is. Tehát, ez van a dobozban, olvasnivaló, és sok papír, meg egy konzol. Amúgy 300 pontot is kapunk, platinum pontot, letakolom a kódomat, és akkor látjátok, akinek ez fontos. Az amúgy megkaphatja tőle, nekem nem kellenek a pontok. Ezeket amúgy ki fogom sorsolni a live showban, aki figyel. Tehát itt van a konzol. Controller. Ezeket majd mind megnézzük, de először is megnézzük pontosan, mi van a dobozban. Kihagyjuk, aztán van egy HDMI kábel, ez jó lesz, csak hát igen, a tévémtől az ágyam végig ez nem lesz túl hosszú, de az USB áram sem úgy, hogy hát egy 5 méteres HDMI kábel kéne nekem ide, olyanom sajnos nincs, de mindegy, van a dobozban, az már pozitív. És persze még egy micro USB kábel, ez már hosszabbnak tűnik, de szerintem ugyanolyan hosszú, mint a HDMI kábel, ez is max. 1 méter lesz,
És van itt rajta egy kis cinkám, úgy ezt már elolvastam, de még egyszer felolvasom nektek, vagy nem felolvasom, mert angolul van, meg németül, meg sok más nyelven rajta. Unplug a C adapter and disconnect cable when not in use. Tehát húzzátok ki a konzolt az áramból, ha nem használjátok. Igen, igen, ez a standard kontroller, és ez is nem túl hosszú kábellel van. Igen, nem Bluetooth, meg semmi, mint ahogy már a Wii U-nál hozzászoktunk. Miért nem Nintendo? Kábel nélküli kontrollert akarok. Igen, van egy olyan érzés, hogy most itt a 55 incses tévém előtt ott ülök egy ilyen miniatűr, rövid kábellel, de most kicsit távolság is kéne, hogyha nagy tévénk van, nem ilyen kis tévéket nézünk, mint régen. Tehát, egy nagyon kicsi kis kábel, és itt látjátok ezt a dugót, amit említettem, hogy ez a régebbi konzolokon is rajta van, és szerintem tényleg lehet ezt is használni. Sajnos nincs Wii már, meg Wii U-m, sem volt sohasem, nem tudom kipróbálni nektek, de szerintem még akár a GameCube-bal is működik, és most jön a legérdekesebb rész persze a konzol önmaga. Tadá! Igen, kicsit dramatikát fejtettem nektek, de már is bemutatom nektek előről. Méghozzá látjátok, itt van a kettő kontrollernek a dugója. Egy kis bekapcs gomb, oldalról is megmutatom nektek. Persze most nem kapcsolt be, de még van egy reset gomb is, és ami itt van, ide jönnek bele a játékok, de mindegyik 30 játék már rajta van, egy kis chipben gondolom az egészben, és ezért ez csak design szempontjából dísznek, itt hagyták, de nem lehet se kinyitni, se semmit se csinálni, amúgy se lehet itt semmit sem megnyomni, kettő gomb van az egészen is ennyi, mindegyik oldala üres, úgymond csak a hátulján van majd egy HDMI dugó és egy micro USB. Látjátok a színeket, meg mindent a design megtartotta ugyan Nintendo, mint ahogy volt régen, persze nosztalgiás embereknek is az alján, mit látunk majd egy csomó szöveget, itt megy majd bele a hideg levegő, és fent kijön a meleg levegő. Nincs benne aktív semmi, mert hogy nem mozog benne semmi, nem forog benne semmi, lehet dobálni. Oké, nem a vízbe kell dobni, de az biztos, hogy szét fogom szedni, megnézem, mi van majd benne, mert szerintem egy Raspberry Pi-nál nagyobb cucc nincs benne, és kíváncsi vagyok tényleg, hogy hogy néz ki az egész itt az új Nintendo Entertainment System, meg a kis doboza, hogy néz ki belülről, és meg is lehet talán hackelni még több játékkal, az érdekes lenne, de szerintem nem. Tehát ennyi is volt a kicsomagoló videó, köszönöm, hogy megnéztetek, a nevem Gába Lázs, és most persze be fogom tudni játszani egy követ, és majd szerintem, ha ma feliratkoztam még a csatornámra, kaptok egy csomó másik infót még erről az egészről, meg persze nem felejtsetek el feliratkozni a Snapchatre, Instagramra, Facebookra, meg sok más helyre, mert persze egy darab bot majd szerintem ki is sorsolok.